Sziasztok, Tipcsi vagyok. Ebben a videóban egy LEGO maképületet szeretnék bemutatni nektek, amit végül is nem a LEGO valósított meg, hanem a kínaiak, és Mould King Corner Post Office néven forgalmaznak. Elég drága szetről van szó, körülbelül dupla annyiba kerül, mint egy átlagos Street View épület. Mégis szerintem nagyon megéri, mert egyedivé lehet vele tenni a LEGO városunkat. Egy gyönyörű palota, szecesszió stílusban, mi nekem a kedvenc építészeti stílusom, ezért is tetszett meg talán ennyire. Szépen kidolgozott, rengeteg apró részlet található rajta. Több mint 4000 darabból áll. Oroszlános fríz a közepén, és akkor erre tükörszimmetrikus az egész. Az utcafrontja rendezett, két postaláda, egy növényes, ez az oldal is nagyon szép. Két bejárata van, egy innen, ez az első emeletre visz föl egy lépcsősor, lehet talán látni. És a másik oldal pedig innen, ahol egy postahivatalt találunk. A belső bútorzat is eredeti korhű, szecessziós, nagyon szép. És ott van az a rács hátul, a zöld rács, amögött egy raktár található, ahol levelek és csomagok vannak. De gyönyörű az egész. Az első emeleten van egy csodálatos erkély, belül pedig egy internet kávézót találunk. A második emelet az egy rendezvényteremnek van berendezve, ez is nagyon szép, talán jobban be lehet látni. Jó. A másik két nézete is nagyon szép, jól kidolgozott, bár ugye itt ezek, mivel hogy kapcsolódnak többi épülethez, ezért annyira nincsenek kidolgozva, de látható, hogy a tető innen hátulról is nagyon szép. Ez a nézete is jó. És hát, hogyha ide jövünk, itt is látjuk, hogy még arra is figyeltek, hogy itt a falon is különböző részletek nagyon szépen jöjjenek. Ez vezet be a hátsó raktárba, nem tudom, hogy mennyire lehet látni, nem nagyon. Figura nincs hozzá, egy darab postás autót kapunk még, egy jó masszív darab. Ez a többi részéről nem mondható el az épületnek. Itt lehet látni, belül is levelekkel van tele. Jó pofa kis autó. Gyárilag van hozzá világítás. Én úgy oldottam meg, hogy innen vezetem be, és nagyon szép, ahogy a tetőablakok megvilágítják a tetőt. Csoda szép. És akkor itt van megoldva a világítás. Ott, belül ott van a, nem tudom mennyire lehet látni, a központ. És a lépcsőházon keresztül vezettem le. Előről megnézzük kivilágítva, akkor ilyen az épület, csoda szép.
Hát ez valami meseszép. Gyárilag van hozzá ez a világítás, adnak hozzá három LED csíkot, tehát mind a három emeletet így végig a falon vezetve a öntapadós csíkot ki lehet világítani, és adnak hozzá még egy külső világítást, és pluszban egy lámpavilágítást. A lámpavilágítás sajnos nekem nem fért bele a belsejébe, nem tudtam felhozni, pedig azt szívesen bekötöttem volna. A világítást, azt pedig így a lépcsőházban, azt nem tudom, hogy mennyire lehet látni, ott vezettem le. Talán majd, ha ide följövök, innen jobban lehet látni. Oda fölraktam. És igen, ott lehet látni talán. Igen. És akkor így a lépcsőházon keresztül vezetve lehetett kultúráltan megoldani a világítását. Jó, hát még egy kicsit gyönyörködök benne. Köszönöm a figyelmeteket. Sziasztok!